Nem beszélve arról, amit nem mondtam, hogy a talajterhelés. Báta polgármestere éppen arról beszél, hogy itt a település alsó részén a helyieknek eddig szippantos kocsit kellett hívniuk, hogy elvigyék a szennyvízüket. Ez a legmélyebb és legutolsó pontja a szennyvízvezetésnek. Itt állunk egy szennyvíz átemelő előtt, amely a nyomóvezetékbe átemeli a szennyvizet, és hát lassan elkészül, elektromosan már el vannak látva ezek az átemelők. Számtalanszor okozott ez gondot, ám az új átemelő építésével és az új szennyvízhálózat létrehozásával mindez már a múlté. A beruházás Bátán 300 millió forintból valósult meg. Remélem, hogy nem sokára megtörténik a próbaüzem. Egy műszaki probléma miatt, ugyanis itt a Duna melletti részen olyan kőzet található, kőzetpad, így mondanám, amit nagyon nehezen lehet átfúrni. Na most a kivitelezés során ezt a kőzetpadot eltalálták, ezért egy plusz átemelőt kell megépíteni. Bátaszéken is sokat haladtak a szennyvízvezeték rendszer kiépítésével és a szennyvíztelep rekonstrukciójával az elmúlt hónapok során. Kövesden Lajvéron a befejező szakaszokban vagyunk, a Gauzer telep teljesen készen van, a Orbánhegyi úton még az átemelő környékén dolgozunk, illetve hát az átemelőknek a komplett teljes beüzemelése, elektromos árammal való ellátása és egyéb dolgai, ezek még folyamatban vannak. Az új szennyvíztelepen a próbaüzem elindult és várhatóan nyáron fejeződik be. Úgy tűnik az első eredmények jók, mondta az Erőv régióvezetője. Várhatóan itt azért úgy szeretnénk, ha itt május-júniusra meg lenne az a vizsgálatsor, ami már bizonyítaná, hogy a telep maximálisan tudja az előírt paramétereket minden üzemállapot folyamán. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere szerint a 21. században már természetes, hogy egy lakóingatlan összközművesített legyen, ezért is nagy jelentőségű ez a beruházás. És ezekkel a beruházási elemekkel gyakorlatilag a város 100%-ban szennyvízcsatorna hálózattal fog rendelkezni. Így a településen 2800 méter vezeték épül, és 152 új ingatlant kapcsolnak be a szennyvízhálózatba. Jól haladnak az építkezések, ahogy az elmúlt alkalommal is említettük, most már javában zajlik a szennyvíztelepnek a próbaüzeme. Itt az üzemeltető arról is tájékoztatott bennünket, hogy azok a elvárt paraméterek, ami tervezési fázisban gondoltak, hogy a telepnek teljesíteni kell, ezek beváltották a hozzáfűzött reményeket, és jól működik a telep. A vezeték építésében is jó ütemben zajlanak a beruházások. Szinte azt lehet mondani, hogy két település részen, a Gauzer telepen, illetve az Orbánhegyi úton már készen van. Ott az átemelő környékét kell rendbetenni, illetve az átemelők automatizálását kell befejezni. A közel 1 milliárd forintos fejlesztés várhatóan júliusban zárul le.